egyik a dal? Vagy nem? Nekem mindegy. Ezért lenne jó, ha egyetemet el tudnám végezni, mert egyetemeken elvileg van kollégium is. Most itt vagyunk, de ki tudja, hogy egy év múlva hol leszünk megint. És én húztam a rövid gyufát, erre lehet azt mondani, hogy ez dobta a gép? Nagyságrendileg 3 millió ember otthontalan, Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy valamilyen értelemben nincs igazán biztonságos otthona. Előttünk jár számos ország, és nem csak gazdag nyugat-európai országok, félreértés ne essék. Tehát itt a környékünkön is velünk hasonló adottságú országok, amelyeknek vannak eszközeik arra, hogy a lakhatás biztonságát azt magasabb fokra emeljék. Amikor így az ember elszólja magát, vagy megtudják, az már abszolút nem jó fényt vet. Van hol lakjak, tehát nem olyan hajléktalanság, mint amit az emberek javarésze ez alatt szokott érteni, hogy az utcán lakik, de ez viszont olyan, hogy addig lakhatok itt, amíg itt tanulok. Addig nem vagyunk piszkosak, nem vagyunk büdösek, nem az utcán kelünk, járunk, hogy azt mondják, hogy húj, kik ezek. Ez a legnagyobb csoportja az ilyen embereknek, akik tulajdonképpen szívességi lakók, vagy magánbérletben laknak, ezt azt hiszem nagyon sokan ismerik, albérletnek hívják egyébként a mai napig, de nem köttetik szerződés, de még ha szerződés köttetik, még akkor is bizonytalan. Hozzánk, tehát egy ilyen hajléktalan ellátó intézményhez, tehát naponta itt sorba állnak az emberek, akik éppen elveszítik az úgynevezett albérletüket. Ez csak Budapesten több százezer ember él ilyen bizonytalan lakhatási körülmények között, tehát ezek az emberek lakásban laknak, de az vagy a minőségét tekintve olyan, hogy nem biztosítja a komfortos lakhatást, tehát egy otthont. Hát óriási tömeg az úgynevezett rezsiadósok. Ugye ide sorolódtak az elmúlt években az úgynevezett devizaadósok is. Ezekből a bizonytalan helyzetekből, ha úgy tetszik, könnyű elveszíteni a lakhatást. Otthon érzed itt magad? Hát most már kezdem, igen. Ahogy telik az idő. És mióta telik itt az idő? Fél éve. Mert ha még egy ilyen hely se lenne, akkor tényleg sok ember lenne az utcán szerintem. Nagyon sok. És figyelj, van neve a gorillának? Tessék? Fogadjuk, hogy nincs neve a gorillának. De van. Na és mi? Charlie. Szüleinkhez nem tudunk menni, mert sajnos nem úgy állnak, hogy tudjunk menni. Nagyon kicsi a lakás az anyukáméknak. Albérletre nincs pénzünk még, úgyhogy muszáj, hogy ilyen helyen legyünk. Az most teljesen mindegy, hogy melyik városba vagy hol, de egy ilyen helyen. Pedig ez a 13, nem? Aha, az van. Szerintem az. Négy gyereked van? Négy. Szép, okos, kettő van külföldön, és most ezért harcolok az AVM-mel, hogy igenis itthon tartani a gyerekeinket, mert amikor azt mondják, hogy anyuci, nincs hova hazamenni, az nem jó. És még most van újra erőm ahhoz, hogy én AVM tagként akarom megmutatni, és agitálom az embereket, hogy segítő szándékkal lehet, akarni kell, és összefogni. És rendszer szintű változás kell ahhoz, hogy a sok üres lakásba bekerüljön a sok szerencsétlen szegény ember, mert én is egy középosztályból vagyok, nyomorult szerencsétlen szegény. Be is van zárva, úgyhogy várunk kint. Ha? Oh!
Fantasztikus! Hát el fog férni a szekrény, az ágyat, egy kis izé, a zsúrkocsi. Én még elmondni sem mertem volna ilyen helyzetet azok után, amit megéltem. És mondja valaki, hogy nincs Isten? Két hagyományos eszköz van arra, hogy megmozdítsák mondjuk azt, hogy az üres lakásokban ilyen problémásabb, vagy akár bárki bérelje. Az egyik eszköz az szokott lenni, hogy bizonyos idő után büntető adót vetnek ki ezekre az üres lakásokra. Tehát adja ki a magánpiacon az illető, de ha bizonyos idő után ezt nem tudja, vagy nem akarja, akkor fölemelik neki. Milyen adót? Az ingatlan adót, tehát ami ma is van Magyarországon. Erre egyébként módot ad a mai jogszabály is, tehát lehetne. A másik ösztönző a támogatás szokott lenni. Törvényben garantált módon bizonyos élethelyzetben kapják az emberek ezt a lakásfenntartási támogatást. Ez egy óriási vívmány. Az országos átlagos havi összege 3500 forint. De hát azért, ha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy akár egy minden komfort nélküli lakásnak is mennyi a fenntartása, most nem is beszélve az összkomfort, tehát az távfűtéses és egyéb lakásokról, hát akkor ezt látjuk, hogy ez a támogatás van is és nincs is. Az, hogy ez ne 3500 forint legyen havonta, hanem mondjuk átlagosan 7000, vagy átlagosan 10000 forint, és akkor van, ahol 4000, van, ahol 15000. Egy ilyen változtatás az belekerül az országnak évente mondjuk 20-30 milliárd forintba. Ott tartunk a torta felosztásánál. Rászánunk-e a maihoz képest 20-25 milliárd forinttal, 30 milliárd, hány milliárd forinttal többet arra, hogy viszont a másik oldalon akkor sokkal több embernek a lakhatási biztonságát megnöveljük. Tehát évente ember életek százezreit amortizálja az a szociális rendszer hiány, ami Magyarországon van. Tehát egyfolytában lemond az ország százezreknek a munkaerejéről, a képességeiről, amit ilyen társadalmi tagságnak szoktunk nevezni, de ez nem azt jelenti, hogy az ember lébet szól. Tehát más országok azért működtetnek, tehát nem humanitárius okokból működtetnek egyszerűen szociális rendszereket, hanem azért működtetnek, mert az beruházás az emberekbe.